szerintem az a jó, hogy van egy-két olyan helyzet, ahol megértődik az, hogy ez egy háromsávos történet, és itt van maga a műtárgy, vagy a műtárgy csoport, itt van egy középső sáv, amit valaki, olyas valakinek kell dolgoznia, aki mind a két felé ért és kommunikálni tud, és itt van az a közönség, akitől csak annyi várható el, amennyi reálisan elvárható. És szerintem létezik ez a középső sáv, és léteznek emberek, akiket ebben muszáj bevonni, mert tök nagy veszteség kimaradni azokból a dolgokból, amit a ma létrejövő művészet adni tud. Az nem úgy van, hogy valahol van az élet, ami olyan jó, meg színes, meg érzelmes, meg izgalmas, meg nehéz, meg fordulatos, és egy teljesen másik bolygón létrejön valami fura művészet, hanem hogy ezek egymásból táplálkozó dolgok, tehát biztos lehetsz abban, hogy amin ott az ember gondolkozik, az ugyanolyan tapasztalatokból indult el, mint amilyen a te tapasztalatod is. És hogy ebben megtalálhatóak azok a... Tehát le lehet bontani kellő munkával arra a pár alapegységre, ami viszont már mindenkinek érthető és megközelíthető. De szerintem ez még a klasszikusnál is így van. Tehát, hogyha én klasszikus kiállításon tárlat vezetek, én ott is szeretem olyasmivel kezdeni, amihez a legegyszerűbb hozzáférni, meg a legérdekesebb, hogy mielőtt megértenénk, hogy mi ez a korszak, vagy mi ez a ecsetkezelés, mondjuk könnyebben kapcsolódsz, hogyha megérted, hogy ez egy ilyen férfi, ezek voltak a szerelmei, ezek voltak a barátai, ez és ez történt az életében. Tehát, hogy szerintem az nagyon fontos tisztelni a potenciális közönségedet, és nagyon komolyan venni, hogy ő miből jön, hogy ő tőle mi elvárható. És szerintem abszolút összetalálkoztathatóak ezek a dolgok, csak muszáj ott állni a közepén, és ilyen türelemmel, meg figyelemmel, meg ötletekkel így összesimítani őket.